Napokban mutatták be a Danubius Egyetemi Kollégiumban Mázsár László Érintések lélek mindenségben című verses kötetét, melyről Fibi Sándor pedagógus mondott kritikát, Benes Ildikó és Pőte István színművészek pedig az új kötet verseiből idéztek. A találkozót Héder Ágnes vezette. Mázsár László, aki egyetemi tanulmányait Volgográdban folytatta, és ott találkozott feleségével is, megismerkedett az orosz szellemi értékekkel, az ottani családok élethelyzetével és értékrendjével, illetve a Nyugat-Szibériában élő legközelebbi nyelvrokonaink, a Hantik és Mansik irodalmával. Újságíróként az Új Szó című napilapban és számos hazai hetilapban is dolgozott. Az első verses kötetem, talán azért is, mert a számítógép ördöge 20 év termését elvitte, mint egy 15 évvel ezelőtt. Ezek a versek 10-15 éve születtek, és néhány konkrét eseményre, meg szélesebb látókörben is, különböző témákra irányulnak. Talán leginkább az érzelemvilág, maga önmagam érzelemvilága, az ember, mint jelenség érzelemvilága. Talán ezek a leggyakoribb megjelenései a verses kötetben. Vannak természetesen költemények, amelyek egész más témára, például a természet csodájára, kinézésére, a földünk, a földi élet csodájára, amiről minden embernek egyszer el kell gondolkodnia. Minél hamarabb, annál jobb, és rácsodálkozni erre a csodára, amit jelent számunkra az élet, amelyben van egy embertől független vonal, és van mindaz, amit az ember megtehet önmagáért, világért, a világ megváltoztatásáért. Szívekben felérkezett halászott osztálynak, apunk és tárgyakért gondoltak a közösségek. Hoppanásai lehívben a fájdalom melódiába. Magasra úgy égi követ is jelen volt. Keresztel állták. Nálam a jó versek korábban csak akkor születtek, amikor kínzott valami, amikor nagy-nagy fájdalmat, érzelmi, belső fájdalmat jelentett valamilyen esemény, esetleg kapcsolat, vagy minden, ami köröttünk történik. Apám sűrűjelmel gyermekidő szerint a múlt, a márvány felé, ahol nem sarjadnak könnyek. Nem bújnak elő álmok, szóval dialógusom apámmal megfontolt. Ha úgy elmondhatnám talán a költészetet és ezt az első verses kötetet, amely hát nagy esemény számomra, már csak amiatt is, hogy hát jó 6x nyomja a vállamat, tehát itt volt az ideje, és tehát ha arszpoetikát kellene megfogalmaznom egy kicsit ilyen lirikusan, akkor azt mondanám, hogy kérdések, amelyek ágaskodnak, érzelmek, amelyek kínoznak, és válaszok keresése, amely nagyon lassan, hosszú folyamatként jön létre.